Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nem sikerült felettetni az őszi hazai idényzárón az elmúlt hetek pontban is szegény szereplését az élvonalbeli paksi focistáknak, akik meglehetősen jól kezdték ezt a szezont. Sokáig az első hatban volt a tabellán a Paks, mely az egyik legstabilabb csapat hírében állt akkor. Az utolsó meccs a Diósgyőr elleni vereséggel végződő találkozó valahol tükörképe volt annak a PSE-nek, mely játékban és eredményességben is októbertől fokozatosan visszaesett. Amennyire lehet, a hótól szépen letisztított, de azért jócskán jeges pályához a Diósgyőr alkalmazkodott jobban, többet birtokolták a labdát, és összességében veszélyesebbek voltak kapura, több helyzetet dolgoztak ki a vendégek, mint az otthon játszó Paks, amely jobb kapu előtti összpontosítással persze akár egyenlíthetett volna. De végül is egy a paksi kapus Rácz által bevédett távoli lövéssel nem érdemtelenül nyert a DVTK Pakson, és ezzel a három ponttal távolodott a kieső zónától a spanyol edző Fernando Fernández által irányított csapat. Rengeteg helyzetünk volt, 11-est hagytunk ki, tehát eldöntettük volna hamarabb is a mérkőzést, de a mérkőzés utolsó 10 percében egy picit szenvedtünk, és meg kell tanulnunk, hogy ilyen mérkőzéseket hogy lehet könnyebben megnyerni és hamarabb lezárni. Arra a kérdésre, mi történt a csapattal pozitív értelemben az utolsó 5 fordulóban, a lidércnyomásos őszi kezdés és döcögös folytatás után? A spanyol tréner szerint elkezdtek működni azok az új dolgok, amiket a szakmai munka több frontján is ő vezetett be, amiben most már nem csak ő, hanem a játékosok is hisznek. The most important for me is the work. Úgy érzi, hogy a munka jött ki. A stáb, a klub szerintem nagyon jó munkát végez, ugye ezt is többször már említette. Viszont egy újfajta munkamódszert, egy újfajta elképzelést próbál a klubnál megvalósítani, ami ezt tudta, hogy idő kell, de a körülötte dolgozó emberek hittek ebbe, és nagyon köszöni a klubnak, hogy ebben a kritikus időszakban, amikor tényleg nehéz helyzetben volt a csapat, akkor kitartottak mellette, és megadták azt a türelmet, ami kellett ahhoz, hogy ez a fajta munka beérjen, vagy megfelelően működjön a pályán. But it's not easy because this championship is very equalized, very even. Paksi részről Németh Zoltán másodedző értékelte a 2-1-es paksi vereséggel végződő mérkőzést, miután Csertői Aurél vezetőedzőt már nem először a most zajló szezonban heves reklamálás miatt kiállította, vagyis elküldte a kispadról a játékvezető. Kaptunk ezt a pekkes gólt, és ezután azért mentünk előre, mindent megtettünk az egyenlítés érdekébe, de mikor már éreztem ott a végén, hogy azt a 2-3 lehetőséget kihagyjuk, gondolok itt a két fejesre, hogy itt már nem fog sikerülni az egyenlítés. Bátrabban kellett volna előrefele játszanunk, sokkal jobban kellett volna erőltetni az előrejátékot, a 16-oson belül előrefele futásokkal, betörésekkel, esetleg átlövésekkel, így bátrabban kellett volna próbálkozni még ennél is, hogy megszerezzük az egyenlítő gólt. De nem szereztek, így nem sikerült csökkenteni a 6, illetve 8 pontos hátrányt az él, illetve középmezőnnyel szemben. Igaz, maradt a 8. helyen tisztes távolban 6 pont előnnyel a már kieső 11. Kisvárdával szemben a Paks, de aggasztó, hogy önmagához képest játékban is visszaesett az idény végére a PSE. Volt egy nagyon jó periódusunk, hogy az első körbe, ott, mikor 3 meccset nyertünk zsinórban, meg volt egy döntetlenünk, utána úgy érzem egy kicsit, mintha el lettünk volna mind a befőtt, és ebből most azért nehéz lesz kijönni, ugyanis elkezdhetünk már hátrafele is nézni, bár mindig előrefele nézünk, de azért ugye a mögöttünk lévő csapatok mind a 3 nyert. Úgyhogy elég kemény tavasz elé nézünk, és föl kell ébrednünk, és arra az útra kell visszatérnünk, amit ott a bajnokság közepén játszottunk az első körbe. Különben nem azt mondom, hogy baj lehet, de azért figyelni kell, mert azért jönnek fel a hátsó csapatok. Szekszárdi középiskolás kadét diákok tartottak vívó bemutatót a helyi szakképzési centrum tornatermében. A gyerekek október óta ismerkednek a sportág alapjaival, mostanra pedig már eljutottak a villanyvívásig.
Október óta ismerkednek a vívás alapjaival a Szekszárdi Szakképzési Centrum 9-es kadétdiákjai. Az alapoknak, a lépéseknek, egyrészt a szabályrendszernek az oktatását kezdtük el októberben és novemberben. A mostani időszak igazából arról szól, hogy már bevezetjük őket abban a részében, amikor már küzdelem van a vívásban. A gyerekek már az úgynevezett villanyvívást gyakorolják, ilyenkor már a találatokat jelző elektronikus rendszer is a ruhájukra van kötve. Technikai megoldásai fontosak, illetve gyakorolnak nyilván arra, hogy amikor egymással küzdenek, azt hogyan kell, miként kell tenni. De hát egy 4-5 hónap biztos, hogy kell, míg igazából eljutnak egy olyan szintre, hogy igazából egymással olyan szinten tudjanak vívni, hogy átérezzék ennek a vívásnak a lényegét, a metodikáját. A cél, hogy az október óta gyakorló 9-es diákok tavaszra jussanak el olyan szintre, amikor már önállóan tudnak egymás ellen vívni. Az ő korukban ez már viszonylag gyors fejlődésnek mondható. A vívással ismerkedni viszont akár sokkal fiatalabb korban is el lehet kezdeni. Mi a szakosztályon belül, az egyesületen belül 8-9 éves korosztálytól foglalkozunk a gyerekekkel. A DNS Valéra általános iskolában tartunk edzéseket. És igazából az időszak, az ami a kezdeti időszak, az azt gondolom, hogy mindenki számára ugye fontos. Ezek a gyerekek kicsit hosszabban futnak ki, tehát hosszabb ez az időszak, amiről most az előbb beszéltem. Ott is ugye ez a 3-4 hónap alapozó képzés zajlik, és egy kis tavasszal, tehát január-februárban, aki ugye összekezdett, január-februárban állhat már úgy, hogy a társal, bármi társal összeáll, kicsit gyakorolgat, vívnak, ugye sok gyakorlás szükséges ehhez. Bár a vívásban szép számmal vannak jól begyakorolható formamozdulatok, ettől függetlenül az igazán eredményes sportolóknak itt meg kell találniuk a saját stílusukat. Amit megtanítunk, az csak egy alap, mindenkinek magának kell beleélni a vívás magát, és nyilván ott rögtönözni, improvizálni kell, és hát küzdeni. Én azt gondolom, hogy sokféle tulajdonsággal, illetve tulajdonságot fejleszt a vívás. Alapvető tulajdonság persze nyilvánvaló hasonló küzdő sportokhoz képest szinte ugyanazok, de azt gondolom, hogy ennek a rálátását, tehát az, hogy ugye ezeket a probléma megoldó képességeket említhetném, egy adott szituációt megoldani, hiszen minden egyes vívónak megvan a maga karaktere, minden egyes vívónak maga egyes stílusa, és hogy igazából ezeket ugye a társam, aki mindig más és más, meg kell próbálni megvalósítani. Tehát ott rögtönözni kell azt a tudást, amit ugye addig elsajátított a tanítvány, azt ott alkalmazni kell, és minden támadás, minden egyes akció más és más. Ezáltal tehát minden egyes olyan alkalommal ott rögtönözni és ott aktivizálni kell. Nagyon sokféle gyorsaság, pontosság, ez a probléma megoldó képesség. Bonyhád a nagymányokiakkal történt korábbi egyesülés után igazi fellegvára lett a Tolna megyei asztali tenisz életnek. Élcsapatuk több mint helyt áll az MB2-ben, miközben az MB3-ban újra a bajnoki címre is esélyes a bonyhádi Vasas. Ott jártunk korra a hazai bajnoki idényzárón, az MB2-es lista vezetős kapját is megszerezte a 7. helyen álló gárda. Érdemes asztali tenisz meccsekre járni Bonyhádon. A Vasas immáron MB2-es pingpongosai tesznek is róla, hogy az legyen. Az újonc, amely remek győzelmekkel a középmezőnybe található a sportág második vonalában, éppen egy nagy skalpra készült a hazai igényzáron az MB2 lista vezetője a Dunaújvárosi Főiskola ellen. Jól indult a meccs bonyhádi szempontból, a 11 éves játékosuk, az országosan kiemelkedő talentum Kizakis Mikosz mindkét egyesét megnyerte, s a Teleki Rozinka páros is nyert. 10-8-ra győzött a bonyhádi Vasas, begyűjtve a listavezető skalpját, amivel stabilizálta a 7. helyét újoncként az MB2-es bajnokságban. Évelején a célkitűzésünk az volt, hogy maradjunk bent MB2-be, és most pedig per pillanat, itt a 9. meccsünk, 3 győzelemmel állunk, meg egy döntetlennel,
kicsit a várakozáson felüli eredmény, tekintve azt, hogy elég erős ez az idei NB2-es mezőny. Bízom benne, hogyha a tavasz is hasonlóképpen sikerül, mint most az ősz, akkor simán bennmaradunk, és talán itt a márciusban már lehet, hogy az a kérdés, hogy nem a 7.-8. helyén, hanem inkább a 5.-6. harcolunk. Alig ha volt véletlen a listavezető legyőzése, hisz a másik favorit, a Celdömölk is bizony nehéz pillanatokat élt át néhány héttel ezelőtt Bonyában. A második legerősebb csapat szerintem itt a Celdömölk ebbe az osztályba, és ellenük itt hazai pályán tudtunk egy döntetlent játszani. Hadd emeljem ki, hogy Teleki Zsolt csapattársunk itt fantasztikusan vezette a csapatot, és remekül helyt állt. Az ő 3 győzelme kellett ahhoz, hogy sikerüljön a döntetlen, és ráadásul úgy nyerte ezt a 3 meccset, hogy szakadt bal bicepszel játszott. Szerintem egyedül a mi csapatunk olyan, aki a 9 meccsből körülbelül 2-szer játszott a legerősebb összeállításába. Mindig más, hogy szerencsére van sok játékosunk, és tudjuk itt cserélgetni egymást. A kis Nikosznak sokszor vagy válogatott, vagy edzőtábor, vagy egyéb versenybeli elfoglaltsága van, akkor őt nélküle kell sajnos kiállnunk, de szerintem mi vagyunk így a legtöbben, és a legtöbbet mi cseréljük a játékosokat, és egy nagyon jó csapategység van. Ha megnézzük papíron a 4 legerősebb embert közülünk, akkor azok ritkán játszottak egyszerre egy fordulóba, viszont lehet, hogy nem is akkor nyertünk, amikor ők így együtt játszottak. Tehát érdekes. Jelzés értékű, a sportág bonyhádi nagymányoki úgy általában a völgységi meggyökeresedésére. Az NB3-as bonyhádi vasas ugyanis holt versenyben a Bajával második a tabellán, és tavasszal a listavezető Berements kalpjára készül. Hozzá kell tenni, ebben a remek helyezésben az NB2-ből úgymond visszajátszó játékosoknak is, stílszerűen szólva, benne van a keze. Az Atomerőmű Sportegyesület judó szakosztálya minden évben megrendezi legapróbb sportolói számára a Mikulás kupát a Bezerédi Általános Iskola tornacsarnokában. Több mint 60, 10 éves és annál fiatalabb korú judós földharcban és állásharcban mérhette össze tudását a minél csillogóbb érmek reményében. Zsúfolásig tálta a tornacsarnok Pakson a judó Mikulás kupán. Számtalan apróság űzi ezt a sportot, hiszen bőven vannak olimpiai és világbajnok példaképek a fiatalok előtt. Kovács Anti, Braun Ákos, Bor Barna, Csoknyai László, és még sorolhatnám. Sokan közülük edzősködnek is a klubnál. Hagyományosan minden év végén, decemberben Mikulás alkalmával megrendezzük a hagyományos utánpótlás korú Mikulás kupánkat. Itt a még nem versenyző korú, illetve egy-két idősebb versenyzőt fölvonultató dologról beszélünk. Általában földharc, illetve állásharc küzdelemben szoktak a versenyzők megmérkőzni egymással. Szoktuk mondani, hogy a részvétel a fontos, természetesen azért egymás között van egy valamilyen szintű rivalizálás a gyerekek közt is, illetve az utóbbi években vendégül láthatjuk a Hódmezővásárhelyi Judo Klub versenyzőit is, úgyhogy nagyon jó színvonalas küzdelmeket láthatunk a mai nap során is. Ez a legfőbb cél, hogy valamilyen szinten a verseny hangulatot, a verseny légkört megismertessük, megszerettessük a gyerekekkel. Ugye itt már nem az van, mint edzésen, hogy küzdenek egymással, és akkor nincsen semmi tét, hanem azért itt ki kell jönni, itt van apu, anyu, hozzátartozók. A látványos, küzdelmes meccseknek meg is lett a jutalma. Minden ifjú reménység éremmel és Mikulás csomaggal távozhatott a versenyről. A pár hónapja csergáncsozó apróságok így meséltek első judó versenyük élményeiről. Azt szeretem menni nagyon, hogy itt sok a kihívás. Lehet dobálni embereknek, de tök kifáraszt engem. 2 éve judózok, és Péróba az edző. És ő a példaképem, ő szeretnék lenni majd, ha nagy leszek. Hódmezővásárhelyen 2011 óta van judó. A paksi származású dr. Hangyási Dávid tavaly alapította meg az önálló Hód Judo Sportegyesületet a szintén paksi Pfeffer Árpáddal és egy helyi szülővel. Már vannak magyar bajnokaik és érmeseik is utánpótlás korosztályban. A paksiakkal érthető okokból egy nagyon jó viszonyt ápolunk. Szerencsére oda-vissza, most már mi is meg tudtuk őket hívni egyszer-kétszer
hogy látogassanak meg bennünket, amikor több klubot összeszedtünk, és legutóbb novemberben egy 120 fővel megrendeztük az első kisebb utánpótlás felkészítő tornánkat. Mi táborba is szoktunk ide jönni, nyilván jó szívvel jövünk, és a gyerekek nagyon élvezik. Azt tudom mondani, hogy most már a vásárhelyi gyerekek is egy kicsit, mintha hazajönnének Paksra, úgy örülnek neki, mikor jövünk. 12-en jöttünk ma. A gyerekeknek a többsége már most ilyen pihenő időszakban van, meg hát nyilván ilyenkor már egy kicsit leeresztük, mikor az országos bajnokságok véget értek. És ez mindig egy jó záró rendezvény ide az év végére, nagyon jól érezték magukat most is. 6 éve üzem ezt a sportot. Van egy ikertestvérem, és ővele kezdtem el dzsúdozni, és ő is országos bajnoki második és harmadik helyezett. A fiatalok csillogó érmekkel és csillogó szemekkel tértek haza a versenyről. Összesen csaknem 600 ezer forint gyűlt össze azon a jótékonysági tornán, amit a pécsi sportolda balesetet szenvedett kis focistája Gergely Áron családja megsegítésére szervezett az egyesület. A hadcsapatos tornára még Bukarestből is érkeztek focista lányok. Az eseményen adták át Gergely Áron édesanyjának, Porpáci Alíznak a licitre bocsátott mezek árát, valamint az előtérben kihelyezett gyűjtődoboz tartalmát. Nagy sikerű jótékonysági tornát rendezett a pécsi sportolda ese, melyen a házigazdák két csapatán kívül a kaposvári Rákóczi, az Astra Siklós, a Viktória Szombathely és az ACS Dream Team Bukarest gárdája vett részt. A gálamérkőzést az Emele női labdarúgó csapata a sportolda All-Star ellen játszotta. Az adományokból és felajánlásokból összegyűlt pénzt, valamint a licitre bocsátott mezek árát Gergely Áron, az egyesület balesetet szenvedett U14-es foci családjának adták a szervezők. A román női utánpótlás válogatott szövetségi kapitánya is első szóra igent mondott a felkérésre. Nagyon köszönjük, hogy meghívott minket a sportolda erre a tornára. Ennek a korosztálynak különösen fontos, hogy sok mérkőzést játszanak a lányok. A mi csapatunk egy éve alakult, csak saját nevelésű labdarúgókkal érkeztünk. Különösen örülök annak, hogy én is pályára léphettem a gála mérkőzésen, nagyon élveztem a játékot. A sportolda A csapata a harmadik helyen végzett a színvonalas tornán. Szerintem lehetett volna jobb is, mondjuk az elején én is kicsit. Még nem ébredtem fel teljesen, de utána nagyon meg voltam elégedve a játékkal. Szerintem a következőben lehetnénk egy kicsit még jobban, mert simán menne nekünk. Szerintem nagyon összeszokott a csapat, de minden, hát nagyon sok közös programunk van együtt, és így nagyon sokat megismerünk egymást, meg minden, és így igen. Hát inkább kicsi voltam, nagyon sokat jártunk ki meccsekre, és így megtetszett a foci. Mik a terveid a futballal? Kijutni külföldre, meg még ellátogatni ilyen magyar csapatokhoz is megnézni, meg talán még a magyar válogatott is. Ismét megmutatta a labdarúgó társadalom, hogy óriási összefogásra képes. A licitre bocsátott három mez 310 ezer forintért kelt el, és több mint 500 ezer forint gyűlt össze az adományokból. A nevén őszintén nagyon-nagyon meglepődtem, hogy ilyen sokan jöttek erre a tornára szurkolni. A tornának a ritmusos kicsi meglepődtem, mert már nagyon sok ügyes lány láttunk. Ugye tudjunk, hogy fiú között is mindig vannak egy pár ügyes, de az, hogy lány között annyi sok ügyes lány van, hogy megmondom, szintén nagyon-nagyon meglepődtem. Itt nagyon fontos volt, hogy az Alice, a Áron anyukája inkább a szeretet érzi, az sokkal fontos, mint maga az összeget, de nagyon szépen megköszönöm minden támogatóim, minden embernek, akik ide jöttek és segítettek ebben. Az egyik legdinamikusabban fejlődő pécsi labdarúgó utánpótlás egyesület a pécsi sportolda. A családias légkörű klubban mindenki az ügy mellé állt. Én nekem nagyon jó érzés, igazából a várakozásnak megfelelő volt. Szerintem a lányok játékban még többet is nyújtottak, mint amit szerintem legtöbben vártak. Úgyhogy én elégedett vagyok. Remélem, hogy a családnak is tudtunk ezzel az összeggel, illetve a támogatókon keresztül segíteni sokat, és hát mielőbbi gyógyulást kívánunk Áronnak, a játékosoknak meg további sok sikert emelni a gyönyörű nap mellé. A jótékonysági tornát a Viktória Szombathely csapata nyerte, a döntőben legyőzve az ACS Dream Team Bukarest gárdáját. Az elődöntőben a sportolda A csapata diadalmaskodott az Astra Siklós felett. Az ötödik helyet a kaposvári Rákóczi szerezte meg, a sportolda B csapata pedig a hatodik helyen zárt.
Idén is az előkelő negyedik helyen végzett az országos rangsorban a pécsi RGS-e. Ezzel az eredménnyel ismét a legsikeresebb vidéki egyesület lett a 25 éves klub. Az egyesület idén is látványos gálával zárta az évet. A pécsi RGS-e jogelődje 1993-ban alakult Baranyában elsőként. 2011. január elején az egyesület újjászerveződött, de továbbra is hűek maradtak a hagyományokhoz, a sikerekhez. Edzenek itt válogatott versenyzők, de olyanok is, akik csak a mozgás öröméért sportolnak. A kicsiktől a nagyokig mindenki bemutatkozott a hagyományos karácsonyi gálán. Nagyon szeretem. Azért választottam ezt a sportot, mert jó érzés itt, meg vannak barátok, akivel el vannak, és az edzők kedvesek, meg jó tudnak, ilyen jó dolgokat tanítanak, amik bármi jót tanítanak, az nekem jó. Az ország legsikeresebb vidéki egyesülete 2018-ban is az előkelő negyedik helyet szerezte meg az országos rangsorban. A Franciaországot képviseltem három másik edzőstársammal, illetve részt vettem kettő közös gálában, amit az egyesület állított össze. Egyszer már lettem Buzagánnyal országos bajnok, és ezt szeretném megismételni esetleg úgy, hogy nem csak azzal az egyszerrel, hanem összetettben mindkettővel. Az egyesületnek vannak válogatott sportolói is, az ő álmuk természetesen az olimpiai szereplés. Volt egy országos bajnokság, ahol első nyolcba kellett kerülni, és én ott hetedik lettem, és akkor ez alapján hívtak be a próbaedzésekre, és ott kerültem be végül. Vannak még olyan szertechnikai, illetve testtechnikai dolgok, amikben tudnék fejlődni, és igyekszem is majd. Nagyon szeretem a csapatomat, az edzőmet, meg így az egész légkört, ami ott Pesten van. És amiben még fejlődhetne az RG mindenképpen, hogy itt Magyarországon ismertebbé váljon. Van olyan versenyző is, aki beleszületett ebbe a sportágba. Azért ezt választottam, mert a nővérem is RG-zett. Mi a célod ezzel a sportággal? Hát... Szeretnél nagy versenyekre menni? Igen. Van már olyan eredmény, amire büszke vagy? Vagy nem voltál még versenyen? Hát voltam már versenyen nagyon sokszor, és egyszer lettem országos bajnokságon második. A gála is mutatja, hogy a pécsi, mint a vidék legjobb és legeredményesebb egyesülete, jó úton jár a tehetségek felkutatása és menedzselése területén is. A magyar bajnokságon elért eredményeink, magyar kupán elért eredményeink, különböző nemzetközi versenyeinken elért eredményeink, valamint a két Pécs kupán, hát is nagyon jó szerepeltünk, plusz a felnőtt válogatottunk és a két junior válogatottunk eredményeire. Ez egy 25 éves egyesület, és körülbelül egy olyan 8 éve újítottuk meg, akkor kezdtük a munkánkat, körülbelül egy olyan változó, de 70 körüli a létszámunk, 8 edzővel dolgozunk, 20 balett edzőkkel. Hazánkban több mint 50 ritmikus gimnasztika egyesület működik, közülük mindössze 26 kapott pontot az idei teljesítményéért. A pécsi RGS-en negyedik helye azért is kimagasló, mert ők egyedül tudták látványosan növelni tavalyi pontszámukat, és ők fejlődtek a legtöbbet az előző évekhez képest. Ennyi fért mai sportműsorunkba. Jövő héten, karácsony első napján, kedden találkozunk. Addig is szép ünnepet, viszontlátásra!